Szóval. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kékszemű göndörcsőrű kismalac, akinek nem volt családja, és büdös volt. Szóval. Egyik nap ment az utcán, találkozott egy másik kismalacsal, egymásba szerettek, és lett nagyon sok, és ezt hangsúlyozom, hogy sok kismalac nekik. Ezt jól mentem? Mindegy. Szóval sokan lettek, nagy lett a család, aztán éhen pusztultak. Járom a várost én, szemembe fehér, fekete fény. Én érzem a csillogást, és látom a pusztulást. Járom a várost én, szemembe fehér, fekete fény. Én érzem a csillogást, és látom a pusztulást. Többfelé jártam, több mindent láttam. A patkány emberek előre törnek bátran. Nyakába lógok el a több milliós hugsza. Ötönyi ez passzol, ez így már fassza. Autóban mellett egy bomba jó nő. Feszít a szuka, a kanya most nagy menő. Két kézzel össze-vissza szóri a pénz. Most tudja mennyit, de mennyit fele mész. Fél homályban a szegény ember ülni imád. Keresni a helyét, de köztük nem talál. Nem tudja még, mert viszi az útja, pedig érzi közeleg. Ez a hosszú ideg éjszaka. Én egy kis szabolcsi faluban nőttem fel, 1100 lélek él ott, 1100 ember, már most nincsenek, csak a 800-an. Hát 15 éves koromig a szüleimmel laktam, aztán apukám nagyon szigorú volt, akkor úgy döntöttem, hogy én már elég nagy vagyok az önálló élethez. 16 éves koromra albérletbe laktam, beköltöztem a legközelebbi városba, aztán megismertem a mostani páromat, akivel azóta is együtt vagyunk, ővel visszakiköltöztünk az ő falujába, Nyiriblonyba. Ott éltünk 20 évet, építkeztünk, ott lettetek meg mind a négyen, ott születtetek. Úgy terveztük, hogy ott tudjuk le az életünket, úgy építettünk, úgy terveztük a lakást is, úgy húztuk fel is. Aztán jött a válság, el kellett onnan jönnünk, és ez látszott a legreálisabb lehetőségnek, hogy Budapesten talán több munka van, több lehetőség van, és hogy itt újra lehet kezdeni a ti jövőtök miatt is, mert ott falunk csak azt láttuk, hogy a gyerekek kikerülnek az iskolából közmunkára, illetve munkanélküli támogatásban részesülőkké válnak, és miért nem szerettük volna, hogy az utcán seperjétek az utcát, vagy segélyből éljetek, mert nem szerettünk volna azokhoz csatlakozni, ahol két-három generáció is segélyből élt. Mert mindig is úgy éltünk, hogy magunknak kaparjuk ki, és nem más tartson el bennünket. Két éve felköltöztünk Budapestre, mert ahol laktunk, nem volt munkalehetőség, és a napi szükségleteinket nem tudtuk ellátni, vagy mi. És mondom azt, hogyha ugye egy ember már felad mindent, hogy nem lesz munkája, nem lesz semmilyen, nem érdekli, akkor mégis milyen eszközökhez nyúlhat, hogy mégis mire számíthat még az életben? Ha elfogadja az adott szituációt, hogy elveszített mindent és kihúzták a lába alól a talajt, akkor is meg kell keresni neki azt az egyetlen egy olyan pontot, ami miatt újra kezdi. Nekem ez az egy olyan pont volt mindig, ami a gyerekeim. Amikor ott maradtunk ugye egyedül, akkor ugye miattad kellett újra kezdeni, mert ha megfogtad a kezem, onnantól kezdve bánat nincs.
mert van egy kisfiam, akinek mosolyognia kell, és nem lehet észre az, hogy ott gond van. Uh-huh. Amikor ugye a második szituáció jött, akkor te már ugye nagyobb gyerek lettél, de az Eszti meg picike volt. Uh-huh. És ott is ugyanazt kellett tenni. Hello! Fél órája várok rád. Anyád, picsája. Lecsó! Ó, bakker. Megvárod, mit kitartam? Persze. Figyelj, ezt feladom. Figyelj. Ha így nem fogadják, akkor légy szépen, ugyanígy töltsd már ki nekem, jó? Jó. Kopogok egyet. Kopogja. Jó van. Az elég. Jó van, hangzik már. Hűljön már valaki. Ha-ho. Szóval... 25 éves vagyok. Az iskolát azt... olyan... 5 évvel ezelőtt fejeztem be. Suliban voltam, szakmunkás voltam, végeztem szőnyegszövészeti szakmát, meg könyvkötészetet, mind a kettőt sikeresen elvégeztem. Aztán a szakoktatómra rákérdeztem, hogy ezzel a szakmával el lehet-e helyezkedni. Azt mondták, hogy hát nem nagyon, mert ahhoz, hogy el tudjak ebbe helyezkedni, ahhoz vállalkozást kellene nyitnom, de az ugyebár sok pénzbe kerül. Hát a másik szakmám az nem ment olyan jól, ezért inkább avval nem is firtattam a keresést az ügyben, és ezért már 5 éve ilyen alkalmi munkából élek. Milyen érzés volt neked az, mikor munkanélkül, amikor megkaptad a papírt arról, hogy na most a munkanélkül vagy, ezeket milyen érzés volt? Rossz. Az első, amikor megkaptam, hogy munkanélkül lettem, ugye akkor te kicsi voltál, és ugye az első gondolat az volt, hogy fogod felnevelni a gyerekedet, miből fogsz neki enni adni, miből fogod kifizetni a számláidat, csinálni kell valamit, hogy mozdulni tudjál. Elmész munkanélküli segélyre, de az semmire nem elég, gyakorlatilag. És akkoriban voltak átképzések munkaügyi központokban, most már nincsenek átképzések, az is korhoz van kötve. Tehát ez az én korosztályom, a 40 év fölötti korosztályom, az teljesen meg van lőve. Azt nem tudom, mit csinálni. Amikor éppen nem volt pénzünk, akkor anya elment feliratni a boltba. És hát az úgy neki is rossz volt. Sajnos volt olyan, mert mielőtt elszántuk magunkat erre a lépésre, hogy feljöjjünk, előtte családi segítségre volt szükség a testvéreimnek, illetve a nagyszülőknek a támogatására, holott ők is már idősek, inkább ők szorulnának a mi támogatásunkra, és ez nem nagyon nehéz volt feldolgozni, és ez is adta meg az utolsó lökést, hogy induljunk meg, úgymond a nagyvilágba, mert már nem tudtuk azt sem biztosítani, hogy a mindennapi megélhetést. Köszönöm. Csoklom.
Nem láttam, mondd már, mik ezek. Izé. Ott szokott is, hogy... 2-10-es Real Madrid Levante hazai 1,6-os. Valencia Atletico Bilbao vendég 3-os. Juventus Fiorentina hazai, Inter Torino hazai, Napoli Roma hazai és Freiburg Dortmund vendég. Roma? Roma. Rómát raktad? Rómát. De már? És jó. Te? Ja, és persze hát, jöhet. Az kurva sok, és persze 1995 forint. Jó van. Na, megyek haza, kuláznom kell. Én is. Szia. Na csá. Hát tulajdonképpen az a szerencsém, hogy van egy nagyanyám, aki pénzzel engem a meg tudok venni magamnak, amit kell, mint például cipőt, hogyha rossz például feltölteni a telómat, hogyha nagyon szükséges. De hogyha valaki felajánlana nekem egy ilyen olyan állást, ami napi 5000 forintért megyek el dolgozni, az nagyon jó lenne. Egyet el kell felejteni, nem szabad önéletrajzot küldeni e-mailen. Én 498 darab önéletrajzot küldtem végig, és nem válaszoltak egyikre se. Mert benne volt az, hogy hány éves vagyok, meg hogy hány gyermekem van. Ha letagadom, hogy gyerekem van, akkor lehet, hogy el tudok helyezkedni. Csak hát én nem ez az ember vagyok. Tudod, mit tanácsolok neki? A közmunkát. Én úgy kaptam munkát, hogy én közmunkaprogramba vettem részt. Egy hónapig közmunkás voltam, és utána állásom van. De ne a szájámba, tedd egy nagyot adjál neki, hogy kelljen neki megfogni. Ha nem dolgozol, akkor mit csinálsz? Alszom. És a gyerekekkel foglalkozom. Összeszedem a hetet. Mennyi időt töltesz a gyerekekkel? Nagyon keveset. Nem annyit, amennyit szeretnénk. Mennyit szeretnél? Hát az estéket mindenféleképpen, és az ideálisod lenne, a hétvége az övék lehetne. De dolgozni kell. Mondom szóval, hogy egy ember, vagy bármit tudom, mondjuk a családja, munkanélkül az egyik szülője. És ő azzal akar segíteni, hogy ő nagyon fiatal elmegy dolgozni. Erről a szülő mit gondolhat? Hogy élheti meg ezt? Hát ebbe is ugye több válfaj van. Van, amelyik szülő azt mondja, hogy igen, és ennek én nagyon örülök, és tényleg, hogy húj, és segítesz, és akkor tényleg ő is megpróbál ugye ugyanúgy segíteni. Illetve ez motiváció is lehet a szülőnek, hogy hát ha neki sikerül, akkor nekem is addig kell menni, még nem találok valamit. De van olyan szülő, aki meg elvárja, hogy én nem megyek, mert nem találtam, mit tudom én, 10 alkalommal munkahelyet, akkor már nem próbálkozom, menjen a gyerek. Van ilyen szülő is. Nem szeretnék dolgozni. Ez csak azért, mert hogy otthon tudjak segíteni. És hogy egy héten 40 órán dolgozol, hogy ez hogyan hat rád, hogy feszült vagy, inkább nyugodt vagy? 40 óra az a főállás, míg a mellé a másik 45-et bedolgozzuk általában, mellékállásba. Hát az ott jön ki, hogy feszültebb, ingerültebb vagyok, kevésbé türelmesebb, és egy idő után a fáradtság miatt elveszti az ember az önkontrollját, és olyan dolgokat is mond, vagy tesz, amit egyébként soha nem tenne. Azt elfogadni, hogy munkanélkülivé váltam, elfogadták. Az utána lévő időszakot, hogy depressziósan váltam, és borzalmasan magamba fordultam azért, mert nem találtam magamnak munkát, és ugye kerestem magamban a hibát, hogy miért nem, azt már nehezebben viselték. Ott már én is nehezen viseltem el saját magam. Az, hogy most van munkám, most már azt nagyon könnyen el tudják viselni. Nem azért, mert van fizetésem, hanem azért, mert ugye kiegyensúlyozott életet élek. Tehát örülök neki, jó társaság van, tudok már nevetni. Amíg munkanélküli voltam, nem tudtam nevetni, mert nem volt miért nevetni. Viszét! Ne! Dede! Ne! Dede! Na, hát akkor jöjjön, aminek jönnie kell. Várj.
Várjál. Mondd bele, hogy az idei év első fekvőtámasza, mert kikaptam. Ez lesz az idei év első fekvőtámasza, mert vesztettem. Hogy 5 év múlva mi lesz? Hát mondjuk egy cégnél dolgozni, ahol mit tudom én, nem tudom, olyan 300 000 forintos fizetés, szép ház, jacuzzival, meg medencével, és hozzá egy gyönyörű barátnő. Nem muszáj feleség, elég ha... Igen, az is. És jó sokáig velem lesz. És legyen nagyon gyönyörű. Lesz egy házunk, megszabadulunk az albérlettől, mindenki befejezi az iskolát, és hogy jobb lesz. Muszáj reménykedni abban, hogy jobb lesz. Ettől jobb, mint ami most van. De ezért is hálás tudok lenni, ami most van. Most albérletben lakunk, amiért elég sokat kell fizetni, és ezért a családban szinte mindenkinek dolgoznia kell. Most jelenleg anya pályázatot adott be. Egy önkormányzati lakáshoz ért. Igen. És reménykedünk benne, hogy ez sikerülni fog, mert jóval kevesebbet kellene fizetnünk, és akkor nem kellene nekem sem dolgoznom, sem bátyáimnak, és ez nem menne az iskola rovására, vagy igen.